Halleluja! Testvérek, a 2018-as tanítvány képzést a pünkösdre zárjuk, úgyhogy most téli pünkösd van, de az a jó, hogy pünkösd mindig van, és szeretnék ezen végigmenni ma veletek, mert nagyon nagy üzenet van ebben. A pünkösdnek több elnevezése van, bele is csapok így a rovat közé, több elnevezése van. Ugye Sávótnak hívják, ugye ez a héber elnevezése, ami heteket jelent, azért jelent heteket, mert amikor megvan a Peszáknak az ünnepe, most nem akarom föllapozni, de itt van valahol alatta, tehát a Peszák, amikor megindul, ahhoz képest az 50. napon jön be a pünkösd. Ez 7-7, tehát 7x7, ugye 49 nap, és az 50. napon kezdődik a pünkösd, vagy hetek ünnepe. Ezért hívják hetek ünnepének. A másik elnevezése a számolós ünnep, mert ugye ezt számolták, beáll a Peszák, és a Peszákhoz képest, ugye ott még jön utána, tudjátok, a kovásztalan kenyerek és az első zsengő ünnepe is, de a Peszák napján el kell kezdeni számolgatni, nehogy benézzék, mert határozott időpontja nem volt a pünkösnek, hanem mindig a Peszákhoz képest az 50. napon áll be a pünkösd. Ez egy, ugye, ahogy mondtam múlt héten, ez egy vízválasztó ünnep volt, ugye van a menorára emlékeztek, első három ünnep, Peszák, kovásztalan kenyerek, első zsenge, főág, pünkösd, és akkor utána jön a kürtzengés, stb. Tehát azok majd jövőre lesznek ezek az ünnepek, és nagyon remélem, hogy ha jövőre elkezdem ezeket tanítani, adja az Isten, hogy abban az évben be is teljesedjen, legalább a kürtzengés mindenképpen jó lenne, ha beteljesedne. Ez egy nagyon nagy imám. Én kitűztem jövőre, egyetlen egy ima célom van ez. Úgyhogy viszonylag leegyszerűsödött az imalistám, de illetve ha úgy mondom, akkor ez áll a fő helyen, és ezt közé próbálok építeni minden mást. Tehát az első zsenge ünnepéhez képest az 50. napon jelenik meg, ezért hetek ünnepének is hívják, 50. ünnepnek is hívják, csak elmondani szeretném nektek, hogy a pünkösdi mozgalom, a pünkösdistákat például Ukrajnában úgy hívják, hogy 50-esek. Azért hívják 50-esnek, mert ez most így görögül valami pentatosz vagy pentaklosz, nem tudom a pontos számot. Az a lényeg, hogy 50. napon kezdődik meg ez az ünnep, és ezért ugye Ukrajnában a Kárpátalján a pünkösdisákat nem úgy hívják, hogy pünkösdi gyülekezet, hanem 50-esek. És ők magukat is úgy hívják. Mikor először ott voltam, nem is tudtam, hogy kik ezek. Mondom, ez valami nagyon fura mozgalom lehet, 50-esek, mondom, mibe hisznek ezek. És akkor kiderült, hogy semmi különös nincs, ők a pünkösdisták. Mert ugye innen jött a pünkösdi mozgalom. Azért rossz ez az egész, mert az Ószövetség hetek ünnepének hívja, az Új Szövetség pedig pünkösdnek hívja. És úgy tűnik ez a laikus számára, mintha ez két külön ünnep lenne, de szeretném elmondani, hogy ez nem két külön ünnep, ez ugyanaz az ünnep, csak ahogy minden másik, ahogy az első három ünnepnek is, meg majd a következő háromnak is, van egy ószövetségi beteljesedése, és van egy szellemi újszövetségi beteljesedése, úgy ennek is megvan az ószövetségi és megvan az újszövetségi beteljesedése. Aratás ünnepének is hívják, mert ugye tudjátok, hogy az első zsenge ünnepe az ugye arról szólt, hogy az első aratás ott történik meg, mégpedig az árpának az aratása. Az árpát azt azért ültetik különben, hogy meg tudják ünnepelni az első zsenge ünnepét. Viszont itt van a nagy buli, a pünköskor, mert ez viszont a búzaratásnak a kezdete, ami nagyon-nagyon lényeges dolog a búzaratás, és ugye itt ezért úgy is hívják ezt az ünnepet, hogy az aratásnak az ünnepe, és tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a tavaszi ünnepek, és különösen a Peszák, az tulajdonképpen a pünkösddel zárul le. Tehát Jézus Krisztus, ha új szövetségbe értem, akkor Jézus Krisztus áldozata az nem a feltámadással, hanem a pünkösddel teljesedett be. Mit mond Jézus magáról? Ne aggódjatok, hogy én elmegyek, mert küldök helyettem, magam helyett, vigasztalót, aki, ne toljatok be, ugyanúgy elvezet benneteket minden igazságra. Mit mondott Jézus? Semmi pánik, srácok, itt lesz a Szentlélek, az olyan, mintha én lennék itt. Miért? Mert a Szentlélek, amikor visszajön Jézus, ugye nagyon érdekes lesz, hogy az a vonzás, az az elragadtatás, ami lesz, amiről már annyira várunk, az miért fog megtörténni? Azért, mert ez a bennünk lévő Szentlélek, nem a mi eszünk meg a mi tulajdonságaink, amik biztos, hogy nagyon szépek és nagyon, nagyon csodásak, de a bennünk lévő Szentlélek és Jézus, ahogy közeledik, ugye, közelednek egymáshoz, mi történik? Egy hirtelen vonzás lesz, ezért ugye egy szempillantás alatt
Kik, akik az övéi? Kik az övéi? Hát akik ismerik őt. Kik ismerik őt? Azok, akikbe benne van az, akit őt küldött. Tehát ez egy nagyon egyszerű dolog. Ezért a pünkösd, a Szentlélek kiáradása nem egy hétköznapi dolog volt. Néhány szó az ünnepről, ugye ennél az ünnepnél három dolgot kellett tegyenek, és nagyon fontos ezt elmondanom, mert ennek előremutató jele van a pünkösddel kapcsolatban. Az egyik az, hogy ezen az ünnepen szabad akaratból áldoztak. Nem volt meg az a nagyon-nagyon-nagyon feszes dolog, természetesen volt egy kötelező áldozat, de az emberek a nagy többsége szabad akaratból áldozott. A pünkösd mit váltott le és mit hozott el? A pünkösd a szabadságot hozta el. Miért? Azért, mert a pünköskor mi történt? Jézus Krisztus mit mondott, hogy ő miért jött? És az ő szolgálata hogy teljesedett be a pünkösddel? Miért jött? Hogy betöltse a törvény. Mi történik a Szentlélek földre való megjelenésével? Betöltődik a törvény. Ezért nem hatályon kívül helyezi a törvényt, hanem betölti. És mit jelent? Így jön el a kegyelem, hogy az, aki betölti a törvényt, mert mi nem tudtuk betölteni, emberek, mi pláne, mert még akkor még elég picik voltunk, de ők se tudták az elődeink, meg higgyétek el azutánunk, hogy ők se tudnak betölteni. Ezért mi történik? Betölti Jézus a törvényt, és mi a kegyelem? Hiszünk és bízunk abban, aki egyedüliként be tudta tölteni a törvényt. Ezért az is rossz, aki azt mondja, hogy törvény. Hülyeség. De az is nagyon rossz, aki azt mondja, hogy már pedig törvény. Tehát ezért nagyon-nagyon fontos az, hogy a törvény betöltésre került, és ezért ugye, amikor megirattak, azok Szentlélek által meg tudnak elevenedni, és a mi épülésünkre tudnak szolgálni Isten kegyelméből. Ezért nagyon fontos, hogy szabad akaratból áldoznak, és ugye ez egy új szövetségi előremutató dolog, az új szövetség már nem kötelező jellegű történet. Nem kötelező betöltekezni Szentlélekkel, nem kötelező megismerni Jézust, nem kötelező. Pontosan számomra egy közösség attól van közelebb az Istenhez, hogy nem teszi kötelezővé azt, amit ő tanít, vagy amit képvisel. Mert pontosan az egész új szövetségnek az alapja a szabad akarat. Mit mond a Biblia? Kik az Isten fiai? Akik szabadok. Nagyon fontos a szabadság, és most a szabadság alatt ne szabadosságot, meg ne világi szabadságot gondoljatok, hanem az azt jelenti, hogy szabad, amit teszek. Az Isten szeretete az nem azért van, mert ha nem szeretem, akkor nem lesz eső, nem lesz áldás, nem lesz ez, hanem azért van, mert szeretem. Ugye az embereknél is nagyon furcsa dolog az érdekből való szeretet. Az érdekből való szeretet és a szívből jövő szeretet között még a vakságban lévő kapcsolatban is különbséget tudnak tenni. Ezért ugye nagy különbség van, amikor az embereknek a kapcsolatrendszere érdek alapú, és nagy különbség van, amikor az embereknek a kapcsolata szeretet alapú. Mi változott meg, és ugye mi van az, hogy miért van az, hogy mindig nosztalgiával gondolunk vissza a régi időkre? Azért, mert a szeretet alapú kapcsolatokat egyre jobban és egyre nagyobb mértékben lecseréli az érdek alapú kapcsolat. Mi a tragédia? Mert ez tökre nem érdekelne, ha a napsugáráruházban történik. A tragédia micsoda? Az, hogy ez bejött hová? Ben van az egyházban. Tehát a világnak, nem Jézus Krisztusnak nyitott az egyház ajtót, mert az egyház ilyen nem tud ajtót nyitni. Kik tudnak ajtót nyitni? Mi egyen-egyenként. Kik alkotják az egyházat? Mi egyen-egyenként. Ilyen nincs, hogy majd az egyház ajtót nyit Jézus Krisztusnak. Mi tudunk egyen-egyenként ajtót nyitni. Ha mi ajtót nyitunk Jézus Krisztusnak, akkor beengedtük az Urat az életünkbe, és akkor, amikor közösségbe megyünk, akkor mit viszünk? Azt, ami bennünk van. És ezért ma ugye a nagy csata azért megy, mert az világ is be akar jönni, és be is jön. Nem, és nem is akármilyen szinten, nem véletlenül a Jelenések könyve, ugye ez sokszor elhangzik mostanában, a fenevadon ülő asszony, ez hatalmi, állami, kormányzati szinten is ez a törekvés, micsoda, hogy becsempészék magukat, hová? Az egyházba. Ez történik, ez a törekvés. Ezért ma hirtelen egész Európa keresztény világ lett, keresztény nemzet lett. És ebből a hamis állításból, mert ez hamis, ebből a hamis állításból próbálnak ők megítélni mindenféle embert. De higgyétek el, hogy éreznénk, ha Európa keresztényé vált volna, ezt biztos lehettek benne, hogy éreznénk. És ezért ugye nem egyedi dolgok történnek, mondjuk ami velünk is történt az elmúlt hónapokban, ez nem egyedi, higgyétek el, csak ez egy kicsit nagyobbat szólt, mint a többi, de amúgy nem egyedi, ez nem egy egyedi jelenség, hanem ez egy általános jelenség lesz,
Mi lesz ennek a lényege? Az, hogy minden ember döntési helyzetben kerül majd, hogy az Istentől kapott szabadságot választja, vagy valami másik átrak a nyakára. Ez a mi egyéni felelősségünk. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ezért leszögeznénk, hogy a pünkösd az egy kicsit szabad akaratból volt. Még egy nagyon jellemző volt az eredeti ünnepre, hogy viszont kötelező volt örülni. Mert ez egy fontos dolog. Mert ugye egy szabad ember, az nem úgy néz ki, hogy izzad tőle, hogy szabad, hanem az milyen? Az a szabadság, az mit hoz? Az boldogságot hoz. Én szabadultam börtönből, és még őt nem láttam, hogy aki kilép a börtön kapun, az elkezd könyörögni. Például én is, amikor jöttem ki, azt mondja nekem az őr, mert ott jóban voltam mindenkivel, és azt mondja nekem, hogy viszontlátásra. És mondtam, hogy azonnal ezt a szót elfelejteni. Semmilyen viszontlátásra, nincs viszontlátásra, komolytalan duma, sok erőt, egészséget eltársak, vagy bármi más, de nincs viszontlátásra. És ugye azon a kapun, azon a pillanat, az a pillanat, amikor nem véletlenül ugye nagyon sok ember, aki kiszabadul, ott várják a barátai, rokonai, már akinek maradt a végére, de akinek maradt, ott várják. Hát ugye romáknál ez különösen kimondott a nagy ünnep. Belütitek a YouTube-ra, hogy mit tudom én, Renátó szabadulá, biztosan a Renátó nevezető szabadulós, nem akarom bántani a Renátókat, vagy Kis Jimbo, vagy bármi ilyeneket beütök. Az egy óriási dzsemburi, ott van mindenki, már inkább kilökik hajnalban a srácot, miért? Mert már család éjféltől ott zenél, konyakozik, viszkizik, stb. Miért? És utána mi történik? Egész nap tart a mulatság. Miért? Mert nem úgy vannak, hogy megszakít, de jó, kim van, lefekszik pihenni, stb., hanem ez örömünnep. És most hagyjuk, hogy miért van benne, ezzel nem foglalkozunk. A szabadulás mindenképpen örömünnep. Mindenképpen örömünnep. Gondoljatok csak bele, hogy ugye sokszor sajnálom ezeket a ballagó diákokat. Ugye általában sokáig érintett voltam, ugye minden évben ballagott valamelyik gyerekem, és minden évben végig kellett hallgassam ezeket a mély depressziós ballagó dalokat. Szóval azt kell megérteni, hogy a sokak számára ez nem egy ilyen tragédiaként élik meg, hogy ott hagyják mondjuk 8 év után az általános iskolát. Hanem ebből például javasoltam már én többször, hogy jó lenne ezeket a dalokat átgondolni, és valahogy feltuningolni őket, hogy valami öröm legyen bennük, mert azért különösen az egyetemnél, az egyetemi diplomaosztónál, aki végigcsinál egyetemi éveket, és megemlékezik, ugye most megint vizsgaidőszak van. Én ugye most évek óta látom már a gyerekeimet, meg hát magam is végigcsináltam, de most látom, amit a Dorka lányom is csinál, tehát azt az idiótát, aki ezt kitalálta, hogy ezt ilyen hülyén kell csinálni, az komolyan mondom, azzal az egész életét így töltetném le, mert ez egy szemtelen dolog volt, lehetne ezt másképp is csinálni, de amikor azok a gyerekeim, akik már végeztek, azoktól megkérdezett, hogy lenne kedvetek egy ilyen vizsgaidőszakot végigcsinálni, meg aki végigcsinált ilyet, hát figyeljetek, az őszintén mondom, az tényleg még büntetésnek is nagyon kegyetlen. Tehát inkább egy picit üssenek, mert az meggyógyul 8 napon belül. És ezért ugye mi történik? Ezért vannak dolgok, amik szabadulást, örömet hoznak. És ezért ugye nagyon fontos, hogy a pünkösd ünnepéhez nem tartozott hozzá a komolyság, nem tartozott hozzá ez az, amikor az új szövetségben a Szentlélek kiállnak, akkor nem olvassuk, hogy mindenki sóbálványa változott és nézett, mint borja az új kapura, hanem ott valami olyasmi történt, ami nem volt megmagyarázható. És még egy nagyon fontos dolog volt, mert a hetek ünnepén, a pünkösdön, a sávúton, az aratás ünnepén minden, számtalan nevét fogjátok hallani majd, még egy dologról kellett emlékezni, szintén vissza kellett utalni onnan az Egyiptomból való kijövetelre. Na most az Egyiptomból való kijövetelre ugye ezért haragudott meg különben, a legnagyobb probléma nem Izraelnek a stikliejével volt, higgyétek el. Mert mi nekünk se a legnagyobb probléma a stiklieinkkel van. Isten bekalkulálja. Dávidnak se a legnagyobb probléma a stiklieivel volt. Higgyétek el, hogy Istennél nagy stikli, kis stikli bekalkulálja a mi kis ügyeinket. A legnagyobb probléma mi volt a zsidókkal? Az, hogy Egyiptomra nem úgy emlékeztek, mint a szolgasságnak a házára, hanem Egyiptomra úgy emlékeztek, hogy hű de jó volt. Mi történt ott a zsidókkal? Beengedték újra, mit? Egyiptomot. Azt, ahonnan megszabadultak, mit engedtek be? Azt a gondolkodásmódot. Nézzétek meg, mikor ezt neked elkezdték mondani. Mi lett? Visszajött a bálványimádás, visszajött ahogy viselkedtek Mózessel, visszajött az elégedetlenség, minden mi történt? Beengedték a világot a gondolkodásmódukba. Miről kellett itt megemlékezni? Nem az egyiptomi évekről, ez egy fontos dolog, miről emlékeztek meg?
jaj, azok az évek, a húsos fazekek, hát barátaim, fazekek nem volt. Hát tudjátok, azért küldte őket az Isten a szabadulás előtti éjszaka, hogy legalább fazekat kérjenek össze. Csak hát ők ugye okosak voltak, aranyból, ezüstből szedték össze ezeket a fazekakat, de nem volt nekik semmiük, hát miből főztek volna, rabszolgák voltak. Hát nem tudtak leugrani a kajrói boltba csülökért, meg ilyenekért, hát nem volt ott semmi barátaik. Hát ott ellátás volt. Milyen rabszolgákról, mi történt, mit csinálnak a rabszolgák? Reggel kihajtják őket, kiket? Gyerekeket, asszonyokat, mindenkit, és mi történik? Amikor besötétedik, behajtják őket. És mi történik napközben? Kapnak annyi ételt, hogy életben maradjanak. Itt nem szabad emberek voltak ők, hanem rabszolgák. És mi volt az, amivel az Isten mindig földűjtették? Az, hogy ők úgy néztek vissza Egyiptomra, mintha szabadok lettek volna. De nem voltak szabadok, hanem rabszolgák voltak. És ezért az ünnepnek három dolgot kellett megtenniük. Azt, a harmadik az az volt, hogy vissza kellett gondolniuk az Egyiptomból való kijövetelre. De hogy kellett, miért kötelezte őket Isten, hogy örüljenek? Hát azért, mert arra úgy kellett visszagondolni, nem úgy, hogy hú, gyerekek, jó, ez az ígéret földje, de azért Gósen földje, édes jó Isten, azok a dombok, azok a pampák, stb. És tudjátok, mi volt a legmegdöbbentőbb? Hogy olyan mélyen bejött Egyiptom a szívükre, hogy nézzétek meg, mit mondtak például a mannával kapcsolatban, hitvány jeledel. Nem volt semmi más lehetőségük, azt mondták, hogy hitvány jeledel. Így nevezték egy idő után a mannát. Mert a másik lehetőség a kő volt, a por, meg amit vadásztak. De ugye a sínai félszigeten, lehet, hogy nem jártatok még, ott olyan nagy vadász szezon nincsen. Meg olyan nagy vadász idény se. Meg olyan nagyon nincs is mit. Tehát ugyanaz, mint ugye most nem voltunk a júdeai sivatagban, csak még melegebb. Ugyanaz a kopár semmi. Hát ott is ugye, amikor ámulva nézzük, ahogy kihajtja a pásztor a kecskéket, és akkor csak a nagy kérdés ott marad mindenki, hogy hova? Ember, hova? Ha hova? Nem tudom. De ez a lényeg. Jó, hogy erre a három dologra emlékeztek. Az igelyeket ide fölírtam, meg fogjátok találni, a 3 Mózes 23-ban van a hetek ünnepével kapcsolatban sok minden, és majd a párhuzamot is meg fogjuk nézni, hogy mit jelentett a Sávót, és mit jelentett az Ószövetségben, és mit jelent az Újszövetségben. Még egy pár dolgot engedjetek meg, hogy 3 kötelező ünnep volt, ugye 6-7 nagy ünnep van, de ebből 3-ra kötelező volt fölmenni. Tehát ott nem lehetett, 3 olyan nagy volt, amikre muszáj volt. Ugye az egyik az ott volt a kovásztalan kenyér, a Peszák, bocsánat, a másik ott volt a Sávót, és a harmadik volt, az pedig a sátoroknak az ünnepe. Tehát ugye a kettő, a Peszák az egy nagyon nagy ünnep volt, a Sávót szintén egy meghatározó ünnep volt, és ugye a sátorok ünnep a zsidóság számára megint egy meghatározó ünnep. Nem a számunkra, ez a zsidóság számára. Tehát a két őszi ünnepben, amit egy év múlva fogunk megnézni, abban a két őszi ünnepben kettő, az a zsidóság számára lesz meghatározó, de nagyon-nagyon meghatározó. Az egyik ugye, amikor a Messiást fel fogják ismerni, engesztelést nyernek, a másik pedig, amikor a Messiással együtt fognak élni ezer évig, ugye ez a sátorok ünnepe. De hát nagyon-nagyon fontos dolog, hogy erre a 3 ünnepre föl kellett menni. Ugye a 3 ünnepet a 2 Mózes 23-14-17 írja elő, az 5 Mózes 16-16 és a 2 Mózes 34-21-23, még konkrétan megjelöli ezt a 3 ünnepet. Ezek az ünnepek mind a szombathoz hasonlóan nukumunka. Tehát a szombathoz hasonlóan volt, nem volt lehetőségük ezekben az ünnepeknél munkát végezni. Tehát nagyjából ugye az Ószövetség ünnep az úgy zajlott, hogy szintén ugye a buzaratás kezdete volt, hálát adtak, nem csak a buzaratás kezdete, hanem itt az ünnep, ez május-júniust írunk, ennél az ünnepnél, tehát ugye átfedés van, május-júniust írunk. Május-júniusra beérik Izraelbe az összes gabona, és beérnek a gyümölcsök is. Tehát nem csak a gabonából, a búzából adták, búzának örültek, hanem örültek a gyümölcsöknek, szedtek le gyümölcsökből is, és azt is, mint az Úr elé vitték, tehát a gyümölcsöknek is örvendeztek, és aztán van még egy majd ilyen bemutatás, az majd az őszi, ugye nálunk is van a tavaszi, az őszi aratás, de most maradjunk ennél, tehát ugye ez a búza, ez egy fontos dolog volt. Miért volt fontos dolog? Azért a búzának a beérése, mert a búza, az amióta ember, az alapvető
táplálékunk. Most mindegy, hogy kovászos vagy kovásztalan, vagy mi lesz belőle, de azért, ha kivennénk a búzát és kivennénk a lisztet, azért sokszor meglepődök ezek a mai modern táplálkozások, hogy ugye a szénhidrátmentes, meg kenyér, meg mindenféle mentes táplálkozás, én nem is tudom elkezdeni, hogy mit csinálnak. Most oké, nem, fél évig oké, nem eszek, de egy életen át azért a spárga, meg a brokkoli, azért az húzós. Húzós. Tehát ugye ez egy olyan alapvető táplálék az emberiségnek, ami kezdetektől fogva így van. Hát ezen mindig egy örök ünnep volt, a buza aratás, beérése, ugye a régi rendszerben idősebbek emlékeztek rá, bemondták a termés mennyiségeket, hogy a teljesítettük ezt a tervet, boldogak voltak, bemondta a párt, hogy szuper, megint nyugodtan aludhatunk, mert egy évig tele vannak a magtárak, stb. Ma már ezt kicsit másképp csinálják, ma ötször annyit termelnek, eltősdézik, tehát ma egy más felfogás van. Én úgy gondolom, hogy nagyon rossz felfogás van ma az étellel kapcsolatban, de régen hálásak voltak azért az emberek, és ez egy nagyon nagy dolog volt, hogy beérett a buza. Az azt jelentette, hogy be is lehet takarítani, az azt jelentette, nézzétek meg József, amikor megkapta Egyiptomban az isteni kijelentést, a hét bő meg a hét szűk esztendőről, hogy mi történt, hogy élték túl a hét szűk esztendőt, úgyhogy elkezdett, fellendült az építőipar először, ez nagyon fontos, az építőipar fellendül, ez egy fontos dolog, fellendült az építőipar, miért? Megépítették a magtárakat, és talán mi történt, olyan termések voltak, hogy nem eladta, meg eltősdézte, hanem begyűjtötte, hogy a szűk esztendőre. Ma mi a legnagyobb tragédiája az embernek, ezt is tudjátok, különösen a mai generáció nem gondol a szűk esztendőre. Fel se fogja. Ma úgy élnek, hogy azt is elköltötték, amit még meg se kerestek. Tehát ez ma a legnagyobb hibája ennek a generációnak. Ezért, ha egymás mellé ül egy 70 éves, meg egy 20 éves, nem is kérdés, hogyha tétet kéne rakni, hogy rá ki tud jobban spórolni, nem is kérdés. Nem is kérdés. Hát tudjátok nagyon jól, hogy milyen megdöbbentő, hogy a pici nyugdíjakból, még ma is a nyugdíjasok, még ők támogatják a gyerekeiket. De ez nem megdöbbentő? Szerintem megdöbbentő. Nagyon megdöbbentő. Miért? Hát ezt most ne elemezzük, nagyon hosszúra vezetne ez az elemzés. Ezért nagyon fontos ez, kedves barátaim, hogy itt megünnepelték ennek az aratásnak a kezdetét, és tulajdonképpen lezárták a Peszákot azzal, hogy örvendeztek. Itt már örvendeztek, hogy dicsőség az Úrnak, kijöttünk Egyiptomból. Ugye mi ennek az újszövetségi beteljesedése? Valamikor időszámításunk szerint 30-at írunk. Ugye azért mondom ezt a 30-at, mert itt több szám elhangzik, hogy 33, 35. Én azért mondom, hogy 30, mert Jézus nem nullába született, hanem Jézus időszámításunk előtt, 4 előtt született, tehát 5, 6, 7, 8. Miért? Mert arról történelmi tények vannak, hogy Herodes földobja a talpát időszámításunk előtt 4-be. Az a Heródes, aki még él, amikor Jézus megszületik, és kiadja a parancsot, hogy a 2 évnél meg kell ölni. Én ugye mit jelent ez? Hogy Jézus mikor születhetett? Valamikor ott 4 és 6 között. És ugye mit tudunk, hogy krisztusi korban volt. Ugye ezen is van vita, hogy mi a krisztusi kor. Ugye Európa nagy részén mi azt mondjuk, hogy a 30 éves ember tekintjük felnőtt embernek. Izraelben azt mondják, hogy a 40 éves ember jelent az érett férfi kort. Ez egy nagyon-nagyon érdekes, hogy 40 éves korára az ember nem azt jelenti, hogy akkor válik felnőtté, hanem akkorra képessé válik arra, hogy beérik a feje lágya. Szóval belegondol az ember, hogy mit csinál 40 éves kor előtt, és mit csinál 40 éves kora után, akkor ebben van valami igazság. Én a saját életemben abszolút látom ezt az igazságot, hogy meg kellett érjem ahhoz a 40-et, amikor úgy lecsitul az ember, és már kellőképpen párszor megbukott, kellőképpen párszor fölmagasztalta magát, tehát úgy kellőképpen végigjárta azt a ranglétrát, amit végig kell járni. Nem is lényeges, tehát valamikor 30-ban ugye annyi történik, hogy Jézus elmegy, és kiárad a Szentlélek. Ugye az Abcsel 2-t majd, ha elolvassátok, akkor nagyon érdekes a Szentlélek kiáradása, mert ugye mindig úgy gondoljuk, elmegyünk minden évben, hogy amikor legalábbis csoporttal vagyok, és hát mindig megnézzük azt a helyet, ahol kiárad. De itt most majd, ugye most is elmondtam, hogy az a hely, ahol kiárad, semmi köze nincs a kiáradáshoz, higgyétek el, de viszont jól néz ki, megnézzük, hogy a többiek úgy gondolják, hogy ott árad ki. De ugye mi történik, és mikor pünkös napja eljött, Abcsel 2-1, mindjárt egy akarattal együtt voltak, és lőn nagy hirtelenséggel az égből, mint egy sebesen zúgó szél, csak felhívom a figyelmeteket, mindnyájan egy akarattal együtt voltak, nem mondja, hogy un, csak hogy együtt voltak.
Zsugó szél, eltölti az egész házat, kettős tüzes nyelvek, erre majd visszatérünk. Lakoznak hol a pedig Jeruzsálemben, zsidó, istenfélő férfiak minden nép közül, melyek az ég alatt vannak. Minek utána pedig az zúgás lőtt, egybegyúlt a sokaság, és megzavarodtak, mivel hogy mindegyik a maga nyelvén hallá őket szólni. Álmélkodtak, csodálkoztak, fú, szuper, stb. Saját nyelvükön lezajlik, és akkor jön a 14. vers, Péter azonban előállt, a 11-jel felemelte szavát, zsidó férfek, és tudjátok, hogy ez a dumája Péternek mibe torkollik? 3000 ember megtérésében. Most az a hely, amit most a legutolsó csoportnak is mutattam, nagyon pici esély van arra, hogy ott 3000 ember elfért. Az akkori Jeruzsálemben egyetlen egy hely volt, ahol 3000 ember elfért, ez pedig a templom. Tehát ez a kiáradás minden bizonnyal a templom téren történt, hogy azon belül az asszonyok udvarában, vagy az emberek udvarában, vagy a mit tudom én hol, ezt nem tudom, de olyan helyen kellett, hát ma is azért, ha belegondoltok, 3000 embernek a megállítása, az egy nem kis feladat. És ugye még itt írja az Abcsel 2, ami nagyon lényeges, mit mond, azt mondja, hogy hirtelen, amikor ez meghallották a Péter beszéljét, mit tudom, hirtelen összeálltak. De ezek ott voltak, ott lézengtek. Most 3000 nem lézengtek ott a ház körül, ahol ezek össze voltak zárva. Mit akarok ezzel mondani? Hogy ők, a Szentlélek, nem a Szentlélek hozta őket ki a házból, hanem ott már felindult a szívük, és mit csináltak? Elmentek a templom megyre imádkozni, és azon alapon mi történt? Kiáradt a Szentlélek. Tehát a Szentlélek kiáradása az minden bizonnya nem egy kis sútyomba történt, hanem a templom hegyen történt. Még egyet olvasunk, hogy ez igen nagy felfordulást okozott, és az is érdekes, hogy miért okozott felfordulást. Tudjátok, a második templom idején már nem volt Fridláda. A Fridláda nem volt, akkor még egy dolog nem volt Sekina. Mi a Sekina? Az Isten dicsősége. Ez nem volt. Ezzel mi történt? Képzeljétek el, a papnak is minden évben be kellett érnie azzal, hogy amikor a Szentek Szentjének elhúzta a függönyét és bement, akkor ott nem a Fridládára hintette a vért, hanem hová? Le a földre. Miért? Mert nem volt Fridláda, nemes egyszerűséggel, eltűnt a Fridláda. És azért okozott ez zavart, mert, és majd meglátjátok, hogy mi volt ennek a lényege, mert a zsidók már emlékeztek egyszer az Isten dicsőségének a megjelenésére, és most ez egy teljes káoszt okozott, mert azt hitték, hogy az első templom lerombolásával eltűnt Fridláda fog valahonnan leereszkedni, előkerülni, és az Isten valami nagy attrakciót csinál. Miért? Mert ugye nem gondolkodtak ők akkor még újjászületésben, megtérésben, keresztényi mozgalomban, ők mibe gondoltak, hogy az Isten mit fog megújítani a zsidó mozgalmat. Ezért ugye, és itt lehet megérteni a nyelveken szólást, hogy a nyelveken szólás sem héberül, meg senit a nyelveken ment, hanem azt mondja, hogy mindenki a saját nyelvén, tehát ott Isten már a Szentlélek kiáradásában nyilvánvalóvá tette, hogy drága zsidó barátaim, ez nem csak bennőtöket fog érinteni. És ugye mi volt a legnagyobb megdöbbenésük? Az, barátaim, mi? Az, ezek egyszerű, bocsássatok meg, és nem bántani akarom őket, de ezek műveletlen galileaiak voltak. A halász emberek akkor olyanok voltak, mint ma az átviteli technikusoknak egy jó része. Ugye az SM. Segédmunkás. Ugye a segédmunkással mi a gond sokszor a segédmunkással, hogy azt hiszi, mert ő valami fizikai munkát végez, ahhoz még az agyát is engednie kell, hogy eltompuljon. Nem kell engedni, csak mi történt? Ezek művelet nem foglalkoztak senkivel, ez a fajta réteg volt, ez a halász réteg volt, ez a műveletlen galileai réteg volt, és majd Pétertől ezzel most megsértődik, elnézést fogok kérni ott a mennybe, de tényleg ez egy műveletlen réteg volt, és ugye miből látjuk, hogy műveletlen? Ugye ma is mi történik? Abból lehet látni, hogy nagyon sokszor azt terheli meg az embert, hogy azok az emberek, akik nem akarják egy kicsit tágabb értelemben nézni ezt a világot, azok mindig valami zsörtölődnek, valamivel veszekednek, nézik ezeket a minőségi műsorokat a tévében. Tehát ez egy olyan közeget teremt, amitől meg lehet bolondulni. Tehát annyira úgy lerántja, hogy lehúzza az embert. És ugye a legnagyobb megdöbbenés mi okozta? Az, hogy a templomban kik voltak. A templomban ott voltak a tudósok. A templomban ott voltak a filozófusok. A templomban ott volt a helyi egyetemnek a képviselői. A templomban ott volt mindenki. És a templomban ott voltak a különböző helyekről érkező egyszerű emberek is. És mi történik? Az történik, hogy jön a jóskapista, a halászgyerek, apja, öreg apja, dédöreg apja, mindenki halász volt, és ez csak a jóskapista fény lesz a szemében.
Tudjátok, szoktuk így mondani, hogy ezzel érdemes barátkozni, van fény a szemében. Tehát ugye az ember azért ezt, na hát ezt el kell, hogy mondja, azért van ilyen. Meg van, akinek nincs fény a szemében, és akkor ott hát ott nagy bajban vagyunk, hogy miről fogunk beszélgetni, ha vége van az időjárás megtárgyalásának. De a lényeg az, hogy volt fény a szemükben, és még egy dolog történt, ami a legmegdöbbentőbb volt, hogy elkezdtek olyan nyelven szólni, és a nyelveken szólások ne a sukarabarakarabarára gondoljatok, mert csak szeretném elmondani, hogy majd az igazi ezért mondja, hogy az a nyelveken szólás, a nyelveken szólásban tegyetek különbséget. Van az a nyelveken szólás, az az intim nyelv, amiről Pál apostol azt mondja, hogy ezzel kitépítek, magamat építem, és erre mondja Pál apostol, hogy lehetőleg ne üvöltsétek le a másiknak a fejét, amikor az imádkozik értelemmel, ugye a gyülekezetben, éveken keresztül a híd gyülekezetében úgy szocializálódtunk, itt már évek óta abba hagytuk, dicsőség ezt az Úrnak, de úgy szocializálódtunk, hogy kiment valaki értelemmel imádkozni, a többi meg a helyén, sárábat a kamba, és mondta, és nem értettük, aki, amit mond. Mind a mélyikas is fölzúgott, és ugye Pál mit mond, Pál pont az ellenkezőjét mondja, hogy ezzel a másikat csak fölidegesíted, kit építesz? Magadat építed. Ezért ez mikor vonatkozik ez az ima? Benne a belső kamrádba. És Pál apostol nem lebecsüli ezzel, hanem mit mond? Azt mondja, hogy én mindenkinél jobban szeretem ezt. Miért? Mert magamat építem. És van a nyelveken szólás ajándékának egy olyan változata, és ez ugyanaz, csak van egy olyan megnyilvánulási formája, ami itt történik az abcselbe. Ez kiknek szólt ez a nyelveken szólás? A 12 apostolnak, vagy a 70-nek, vagy a 120-nak? Nem. Ez az embereknek szólt. Miért? Mert ha ide bejön hozzánk a gyülekezetbe egy francia csoport, mert erre járnak és úgy döntenek, hogy bejönnek gyülizni egyet. És mi pedig ott, úgyhogy mondjuk ismernek bennünket, és tudják, hogy a magyaron kívül egy kukkot nem beszélünk semmilyen nyelven, és mi pedig ott az Isten tisztelet közben, nos, un passant très petit, François de Zonson, frère, toi, c'est ilyen francia volt, de jó hangzott. És hogy elkezdünk beszélni, és nem csak kamuzunk, mert most ti ezt mondhatjátok, hogy mi a bánat volt. Ez valamit jelent, mert még régi tanulmányaimból emlékszem rá. De ha ő ott ül mellettem a francia, és tudja, hogy semmi közöm nincs hozzá, és megérti, akkor nem hiszem, hogy utána, figyelj testvérem, szerinted él az Isten? Szóval nem kell ilyen komoly teológiai vitákat lefolytatni utána, hanem minden bizonyan mi fog történni? Az fog történni, hogy főleg, ha még valaki kiáll, és valahogy eltalálja az igét, ami az Isten akarat, meg ugye Péter itt mázlijagot itt megint eltalálta, mi történik akkor? Hát az történt, ami itt történt, mi? Megtért 3000 ember. 3000 ember. Tehát ezért nagyon fontos, hogy kívánjátok a nyelveken szólást, és épüljetek a nyelveken szólástól, és ugye ennek elment egészen a szélsőséges változatáig a karizmatikus mozgalom, hogy aki nem szól nyelveken, az nincs betöltekezve Szentlélekkel. Ezen megint ne vitázzunk, mert a Szentlélekkel való betöltekezés az egy ajándék. A Szentlélekkel, a nyelveken szólás, bocsánat, az egy ajándék. Az ugyanolyan ajándék, mint a profétálás. Az ugyanolyan ajándék, mint a csodatevő erő, vagy a nyelvek magyarázása. De a Szentlélekkel való bető, ez egy megnyilvánulása lehet annak, hogy a Szentlélek bennem van, de nagyon sok ember, higgyétek el, hogy nem szól nyelveken, de higgyétek el, hogy be van töltekezve Szentlélekkel. De a csoda majd az lesz, és kívánatos dolog, én mindig mondom az Úrnak, hogy egy 3-4 nyelven így megtaníthatna bennünket beszélni. Különösen nem szól erről a történet, de képzeljétek el, hogyha ez tartós maradt nekik. Ugye az a baj, hogy azért nem tudjuk, hogy mi történt, mert egyrészt lehet, hogy ők se tudták, hogy mit mondanak. Mert a Biblia szerint a nyelveken szólásnak van egy ajándéka, a nyelvek magyarázása. Például ezt is mondja Pál apostol, hogy semmi gond, lehet itt üvöltözni hangosan nyelveken, és akkor álljon már föl valaki és magyarázza meg, hogy a többiek is megértsék. Ugye mi lehet használva sokszor a karizmatikus mozgalomban a nyelveken szólás, én elmondom nektek, azok, akik nem szóltak nyelveken, azokat egy kicsit olyan lelki válságba kerültek, és mit kezdtek csinálni az emberek, elmondom nektek őszintén, elkezdték utánozni a nyelveken szólást. Mert a sabara, karabara, darabara, ezt azért nem bonyolult megtanulni. De nem ez a nyelveken szólás. A nyelveken szólás azt mondja, hogy a mélyből, mint az élő vizek folyamai, feltölt belőled valami, és az nem olyan, hogy megállítod. Hát én tudom, mikor jött belőlem, én nem tudtam, hogy a busz csuklójába álltam, a 4-es buszon, Pécsen, két legtávolabb lévő buszmegálló között, és ezt úgy folyt belőlem, nem tudtam volna megállítani. Jó, nem is akartam persze, mert mondták, hogy ha megállítom, akkor abban marad, és én komolyan vettem ezt a mondatot. De a lényeg az, hogy nem kellett előltetni, mert azért ömlött, folyt ki az emberből. Ugye
A buszon rám hogy néztek? Hát, mint egy fél hülyére. De ha ott esetleg angolul vagy németül beszélnek, és ott vannak angol és német tanárok, akkor az valószínűleg, hogy mindjárt meg is alakítjuk az első házi csoportot. De ezért ugye én megszégyenülve egy picit le kellett szálljak a buszról, mert nem ilyen nyelveket kaptam. De itt ezért fontos ez, hogy ez így zajlik le, és ezért a műveletlen galileaiak elkezdtek szólni különböző nyelveken, és szeretném elmondani, ha az Abcsel 2-t elolvassátok, akkor ott nyelvek nemeiről beszél. Mit jelent? Különböző nyelvekről. Jó, tehát ne, amikor itt az Abcselt olvassátok, akkor ne a sukarakarabaradára gondoljatok, jó? Az egy nagyon fontos dolog, és az egy titkos nyelv az Isten között, és ugye az is akkor kívánatos, ugye az miért jó? Ezért ugye azt mondja, hogy magadat építed. Van olyan időszak, amikor az ember ugye odaáll, mert most elmondod 500-szor, hogy mit kérsz, meg mit akarsz, meg már mindenkiért imádkoztál, ugye mivel építed magadat? A nyelveken szólással tudod. A nyelveken szólásra tudod. A nyelveken szólásban mi a baj? Hát az, hogy nem tudom, hogy mit mondok el Istennek. De talán jobb is. Lehet, hogy ott mindent elmondok. Csak nem tudom, hogy mit. De mindent. Kipakolok. És akkor utána csodálkozom, hogy jobban vagyok. Nyelveken szólás után. Lehet, hogy értelemmel az életben nem mondtam volna az Istennek. Ezek titkos dolgok, rejtett dolgok. Nem tudjuk, hogy hogy zajlik. De az biztos, hogy a világ mire fog felfigyelni majd? Arra, hogyha a magyar megszólal finnül. Vagy mit, hogy tadzsikul. Az biztos, hogy a tadzsikokat meg fogja rázni, az teljesen biztos. Jó, ez egy ilyen sorozat volt is. Befejezésül egy nagyon érdekes dolgot szeretnénk nektek elmondani. A tóraadás, ugye az Izraelnek a kezdete volt, az szintén ennek a harmadik hónak a hatodik napján történt, a tóraadás, amikor az egyház kezdete, mi az egyház kezdete? A Szentlélek kiáradása. És ugye itt egy párhuzamot összeírtam a közös jegyeket, ha majd összevetitek ugye a 2 Mózes 19. rész, ami bennünket érdekel, illetve az Abcsel 2, ami érdekel. Ugye vannak közös jegyek a tóraadásban, az Izrael kezdetében, és ugyanazok a jelek jelennek meg az egyház kezdetében. Az első és nagyon fontos dolog volt, amely a 12. részét elolvassátok a Mózesnek, csak ugye ő a törvény alapján mit mondott az embereknek? Emberek, most csak közös dolgokat fogtok csinálni. Mi volt a közös dolgok? Zaba nincs, nőnuku, tisztulás, stb. Tehát ott nem volt opció. Miért? Mert ott volt a sínai hegy, mentek. Ugye látták, hogy a sínai hegy rázkodik, érezték, hogy itt ez nem egy ilyen McDonald's-os happarti lesz. Lehetett már látni, és érezték a saját dolgaikat is. Tudjátok, azért miért jó, hogyha, miért mondja a Biblia, hogy amiről a hétvégén is volt szó, hogy engedd be az Urat? Azért, mert abban a pillanatban, hogy közel jön az Isten, mindjárt tudod, hogy ki vagy. Mindjárt tudod. Egyrészt azt is tudod, hogy állsz, meg azt is tudod, hogy ki az Isten. És ebből a sok találkozásból lesz az igazi megtisztulás és a megszabadulás. Nem abból lesz, hogy azt mondják, hogy tisztulj meg 5 lépésben. Hanem abból lesz, hogy beengeded, közel engeded mindig az Istent. És minél közelebb engeded az Isten, minél többször, ugye Jézus nem csak azt mondja, hogy mindig engedd be, hanem Jézus mit mond? Egyszer engedj be, és hadd maradjak ott. És mi a tevékenység? Mi a tevékenység? Vacsora. A vacsora az, hogy általában ugye egy családi vacsora nem úgy zajlik, hogy az egyik sarokba, abár ma már minden előtt fordulhat, de normál menetben egy családi vacsora az úgy zajlik, hogy mindenki vájóhoz megy. Mindenki vájóhoz megy. És akkor utána a vájónál mi történik? Nem mindjárt mindenki elkezd zabálni, hanem először is hálát adunk az ételért. Ezt mi a kisgyerekbe is beleverjük, mikor nagyon éhes, akkor mindig azt mondja a kisfiam, hogy apa, ámenezzél már, éhes vagy. És akkor ugye tudom, hogy akkor most itt nem kell Ádámról és Éváról elkezdenem, azt mondom, hogy köszönöm Uram az ételt, ámen, mert látom, hogy a kiskülök mindjárt megfullad ön éhes. És ezért ámenezik. Amikor még éhesebb, akkor nem kérdezi, hogy ámenezik, hanem fogja a víz, és azt mondja, dicsőség Úrnak, ő is mányeli le. Tehát miért? Mert ugye így, ez így normális. És akkor étkezés közben pedig nem az a legjobb dolog, nem az, nem úgy történik, hogy mint a drive-ba bezabálunk, hanem csipegetünk, hogy telt a napod. És beszélgetünk. Ugye az olaszok és a franciák ezt olyan tökélyre fejlesztették, hogy délben bezárják a bótjaikat, hazamennek sziesztázni, ami nem arról az, hogy minden olasz meg francia döglik és alszik, hanem megadják a módját az étkezésnek, mindennek. És ezért ugye a jó közös étkezés, különösen ugye ezért jó, amikor összejön a család, az hol szokott összejönni? Konyhába. Hát az az igaz, igen. Nem a tévé előtt, hanem a konyhába. Így van. Ez egy fontos dolog, hogy a konyhába kell összejönni, mert ott történnek a nagy dolgok. Ott vannak a nagy dolgok. Szóval nem a tévé előtt, a konyhában vannak.
vannak. És ezért ugye beszélgettek, és mit akar Jézus? Azt mondja, hogy az, miért mondja a vacsorát, miért nem azt mondja, hogy randizunk, stb. Miért vacsora? Azért, mert az akkori kultúra feltételezte, hogy menjetek el és készítsétek el az utolsó vacsorát. Ott nem azt mondta Péternek meg, akit elküldött, kit küldött, a János, Jakabot, mert nem tudom, talán János, Jakabot, de most nem vagyok biztos, nem azt mondta neki, hogy figyeljetek, másfél órán van a vacsorára. Azt, hogy készítsétek el, odaérünk, és vacsorázunk. És tudjuk, hogy ez milyen vacsora volt, ez egészen éjszakában nyúló vacsora volt, mert ugye onnan durrantottak tovább, és már egész sötét volt, éjszaka volt. Tehát ez egy órákon keresztül, hát nézzetek, ha Ben Hur című filmet láttátok. Ott mi történne? Ezek nem így ettek, mint hogy hozták a kis négylábú széket, meg az asztalt, meg a villát, kést, hanem ledöglöttek ilyen nagy párnákra, így, és közben így mártogattak, és kézzel, és egy nagyon jó hangulat volt. Tehát ezért mondja az, hogy így kerülünk ugye közel Istenhez. És ezért ugye mit mondott az abcsák, mi a kettő között, a tóraadás, az Izrael kezdete, Sávót, egyház kezdete, ugyanazon a napon történik, ez egy fontos dolog. Ugye a tóraadás az Izrael kezdete, és van az egyháznak is kezdete. Ez a két nagy kezdet. Ugye először is mi volt, minek kellett meglennie, hogy az Istent közel tudja menni hozzájuk, az egy akarat. Ezt a törvény hogy tette meg az egy akaratot? Úgyhogy megmondta, hogy mit kell csinálni. Megmondta. Az új szövetségben mi történt? Ott nemes egyszerűséggel, ha elolvassátok, most nem akarom végigolvasni, de ezerszer olvastátok, de majd nézzetek végig ilyen szemmel is az abcsák kettőt. Azt mondja, és egy akarattal együtt valának. De ők milyen akarattal voltak? Megparancsolta valaki nekik? Milyen egy akarattal voltak? Azzal, mi volt az egy akarat, ami összekötött őket? Jézus szava. Maradjatok Jeruzsálemben. Így van. Maradjatok. Miért? Mert el fogom küldeni a vigasztalót. Különben ők se voltak ám vakon, mert ha egy kicsit van eszük, és elkezdik számolni a napokat, azt mondja, hogy Peszák, hogy is volt? Jusuf, Jakab bácsi, hogy volt a Peszák? Milyen napra esett? Fú, szuper! Ki tudták volna ők is számolni ezt? Miért nem tudták kiszámolni, mert akkor még nem volt megírva az új szövetség. Mi már ki tudjuk számolni. Ha most Péter, Jakab, János lennénk, vagy most lenne az új szövetség, és most hívná, Jézus elment a mennybe, és én ezzel a tudással pillanatok alatt gyülekezet vezető lehetnék Jeruzsálemben, mert elmondanám nekik, hogy fiúk, tudom, hogy mikor fog kiáradni a Szentlélek. Nem már, tényleg? Mondom, hogy tudom. Most már. Ők nem tudták. Tehát egy akarattal együtt voltak. Egy akarat, nagyon fontos, és még egy volt, hogy együtt voltak. Ugye erről beszéltem, hogy ugye Jézus az ajtó előtt áll és zörget. Rengeteg ember tudja, hallja, hogy az ajtó, tudja, hogy az ajtó előtt áll, hallja, hogy zörget. Mi a baj? Az, hogy nem engedi be. De ettől még hallja, és ma az egyház nagy része belül van az ajtón, Jézus meg üti-vágja az ajtót kint. Miért? Mert tudja, hogy ha beengedi, mit jelent a beengedés? Hát az, hogy többet nem leszek ugyanaz az ember, ami voltam. Nem lehetek ugyanaz. Nem maradhatok ugyanaz. A másik az együtt voltak, az micsoda a közösség. Ugye a zsidó levélben, különösen mostanában előszeretettel hivatkoznak erre az ígére, mert ugye nagyon nagy mozgás indult meg a gyülekezetekben, nem csak a híd gyülekezetében, más gyülekezetben is jönnek, mennek, mozognak az emberek. Miért? Azért, mert Isten megmozdította őket. És ugye van ez az ige a zsidó levélben, hogy ki ne hagyja a saját gyülekezetét. Ott azért szeretném felhívni a figyelmet, hogy ott nem a gyülekezet szó szerepel, hanem a közösség szó szerepel. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy egyedül is meg tudod élni a hitéletedet, de ha ketten-hárman, nem nagy gyülekezetekben, ketten-hárman, azaz mit alkotunk ketten-hárman, közösséget alkotunk. Mert ahol egységben lakoznak az atyafiak, oda küld. Ez mi? Az áldásnak még egy forrása. Ugye ma milyen a megítélés? Ugye ez megint megy most nagy vita róla, hogy, mert ugye ezek a hatalmas méretű gyülekezetek azzal igazolják, hogy az Úr közöttük van, hogy mennyien vannak. De csak tényleg, ti azért már ebből kijöttetek, csak zárójelben emlékeztetnélek benneteket, hogy Jézus azt mondta, hogy az, hogy én bennetek vagyok, azt a gyümölcseiről lehet megismerni, nem arról, hogy 14.367-en vagyunk, hanem arról, hogy a jó fa jó gyümölcsöt terem. Higgyétek el, hogyha ez egy tömegrendezvény lenne, akkor Jézus azt mondta volna, hogy 5.000-től 10.000-ig jók vagytok, 10.000-től 15.000-ig rohadt jók vagytok, 15.000-től pedig vége viszlek el benneteket. Nem, hanem ő azért mondta, hogy figyeljetek, nagyon sok minden meg fog benneteket téveszteni. És Jézus azt mondja, hogy tisztuljatok le, nyugodjatok le, nyugodjatok le. A gyümölcseiről ismeritek meg. És testvérek, ezt őszintén ki kell mondani, hogy ha akármilyen nagy ember is az, de az az emberben gonoszság van, szeretetlenség van, gyűlölet van, indulat van,
akkor ő benne mi történik? Olyan gyümölcsöket terem. Nem mondhatja egy ember a másikra, hogy el fogsz kárhozni, nem mondhatja, hogy elevenen el fogsz süllyedni a pokolba, nem mondhat ilyet rá. Miért? Mert az van akkor a szívében. Én nem az embert bántom, félre ne értsetek, hanem a viselkedését. Ez mit jelent? Hogy ez van a szívében. Akkor ő neki nem velem kéne foglalkoznia, hanem meg kéne nézni, hogy termek-e jó gyümölcsöket. Mert jó gyümölcs az mit csinál? Elenged, irgalmas, szeret, és még sorolhatnám tovább. És ezért ezt soha ne felejtsétek el, mert ez a hamis egyház egyre nagyobb lesz az utolsó időben. Miért? Mert terelik bele az embereket. De értsétek meg, nem a létszám, nem a helynek a külcsínje, nem az intézményrendszer határozza meg. Hát a katolikus egyház miért tartja magát a világ legnagyobb gyülekezetének? Több okból. Ő neki van a legtöbb épülete. Igaz? Igaz. Ő neki van a legnagyobb múltja. Igaz? Igaz. Ott van a legtöbb hívő. Igaz? Igaz. Ezekkel nem tudunk vitatkozni. Tehát földi szinten azt mondjuk, hogy igaz. De ettől függetlenül Jézus nem ezt mondta, hanem Jézus azt mondta, hogy a gyümölcseiről fogjátok megismerni, hogy az jó fa vagy rossz fa. De most nem gondolnám, hogy Jézus nevében megölni embereket, Jézus nevében megölni gyerekeket, ezek jó dolgok voltak. Ezek nem voltak jó dolgok. Ezekre egyetlen egy dolgot lehet mondani, bocsánatot kérünk, és megtérünk belőle, és teremünk jó gyümölcsöt. És higgyétek el, hogy ezért lesz szemfényvesztés, és az utolsó időben nagy hitetés, mert nagyon nehéz. Én emberek, tényleg rengeteg emberrel beszélek, de értsétek meg, hogy ma ezt Isten mozdította meg, hogyha kész az Isten kimozdítani a gyülekezeteket is a helyükről, hogyha a gyülekezetek nem akarják az embereket Jézushoz engedni, hanem ugye fenn akarják tartani a rendszert, akkor Isten kimozdítja, rázni fogja, adni fogja rázni, amíg ki nem mozdul. Miért? Azért, mert ez élet-halál kérdés most. Hogy én most azzal villogok, hogy kihez tartozom, vagy azzal villogok, de azzal már nem villogok, hogy jó gyümölcsöket termek. A világ mit fog felismerni? A gyümölcsöket. És ezért hívta fel Jézus a figyelmet. Ezért nagyon fontos, mi történik a közösségben, miért mondja, hogy a közösség gyakorlását ne hagyjátok el. Miért? Mert hát a közösségben tudom én felmenni. Most ha otthoni leélek 70 évet egyedül, úgyhogy az Úrban imádkozok, stb., ott soha nem tudom például azt meglátni magamon, hogy például én egy elviselhető ember vagyok-e. Tudok-e béketűrő lenni? Mert ha én csak mindig magammal találkozok, és már mondjuk egy idő után nem jövünk ki, akkor ott az már nem is annyira a keresztényi történet, hanem az már egy ilyen mély lélektan. Tehát az kórház. Szanatórium, az ilyesmi. Mert van, aki nem jön ki magával, tehát az a válságnak az első jele. Azt érdemes arra odafigyelni. És ezért ugye a közösség miért jó, és nem véletlenül nézzétek meg, és csak könyörgöm értsétek meg, mert a nagy gyülekezetek nem azért fognak szétszakadni, meg a híd gyülekezete sem, mert a rostás család kilépett, hanem azért, mert az Isten így akarja. Mert az Isten mit akar? Egy igazi, élő közösségeket akar. És ezért hová tette le az Isten a mércét? Kettő vagy három. Értitek? Kettő vagy három. Tehát mi lesz a cél? Itt sokan írnak nekem, hogy ők is, meg mit csináljanak. Semmit ne csináljatok, kejessetek még magatok mellé. Ugyanaz a rendszer fog visszaállni, drága testvéreim, mint amit az abcselnél elvesztettünk. Hogy össze fogunk jönni házanként. Mi történik házanként? Elmondom. Összejövünk 10-12-en egy ekkora helyen, nem kell végigcsinálni a dicséret tortúrát, a székek kirakását, elrakását, meghallgatni a Rostás Zolit, aztán nem tudja abba hagyni, akkor megvárni, még abba hagyja. Akkor nem kell ezeket végigcsinálni, hanem mi történik? Leszáll ránk a Szentlélek, majd ez lesz az első jele, hogy ez kedvel, leszáll ránk a Szentlélek, és hogyha elkezdi mindenki megosztani. Ami magában van. Ez majd az ilyen hozzám hasonló prédikátoroknak nagyon nagy felelőssége lesz, amikor ez megindul. Mert most még ha oda nyomnék bárkinek egy mikrofont, inkább legyelné, mint beszélne benne. De ez majd meg fog változni, csak ezt észre kell majd venni, hogy mikor kezdenek el majd az emberek szólni, de ezt hol fogjuk észrevenni? Az ilyen kis közösségeben fogjuk észrevenni. És ezért ez a teljesen igei. Figyeljetek, én már régóta akarok róla tanítani, de most már majd fogok is róla, csak eddig ez elég eretnekség lett volna, de most tényleg bátran. Jézus, amikor leültette az embereket, figyeljetek, 50-es éve leültette le őket.
Néztek meg a Boldogmondás hegyén is, amikor megvendégel őket, ott is leüteti 50-esével, 100-asával, inkább az 50-est használja. Mit jelent ez? A tanítás, az Isten jelenléte, az Istennek, amikor ő mélyre hat, ezek soha nem ilyen bongó micsodákban vannak, hanem amikor úgy át tud itatni. Nem véletlenül azt mondja Filemonnak, Pál apostol, üdvözlöm Filemon a házadnál lévő gyülekezetet. Ott álltunk, testvéreim, hogy hogy nézett ki egy akkori kori lakás. Kettő helységből állt. Nem volt nagyobb, mint ez. Most ide azért berakni egy 10.000 fős gyülekezetet, elég nehéz lenne. És mi történt? Értsétek meg, meg fog változni a módszer is. Meg fog változni, vissza fog állni az eredeti. Mi fog? Azt mondja, hogy nem ti fogjátok egymást tanítani, hanem én tanítalak titeket. Az hogy fog megvalósulni? Úgy, barátom, hogy én az üzenetnek csak az első 10 percét kapom meg. A második 10 percét a Rózsa fogja megkapni. A harmadik 10 percét a Jani fogja, a Klárika, a Gyöngy, így tovább. És mi lesz a bizonyság? Az, hogy fölállok, elkezdem mondani. És utána, amikor már én jön a Rózsa, azt mondja, hogy én még innen tudom, mert nekem ezt meg az Úr mutatta. És akkor ugye mit mond Pál? Azt mondja, te elmondtad a mondani valódat, akkor mit csináljál? És föláll a másik, akkor te mit csináljál? Üljél le! Nem az, hogy Rózsa, írj már le! Én nekem még van mondani, van. Nem, üljél le! Tehát most majd erre kell megtanítani a tanítókat, meg a predikátorokat, nem erre, mert ez nagyon megy, erre, így. És utána mit csinál? Elmondja a Rózsa a következő szakaszt. Kezd akadozni már Rózsa, Jani már néz, hogy hát én innen kaptam. És tudjátok, a végén meg összejövünk, és azt mondják, hogy na ez volt az üzenet. És utána a következő héten, pedig azt történik, hogy már kezdünk rá is gondolni, hogy majd ugyanez, mi leszünk majd a szentek, és a következő héten nem, Erika, Betty, Gábor kapja meg ugyanezt, és utána mi hallgatjuk őket. Értsenek meg, ez így fog működni. Mit mond az ige az abcselbe, amikor összejöttök? Legyen mindegyőtöknek? Zsoltára. Így van, igéje. Vegyen üzenetet az Úrtól. Ma nagyon kényelmes. Én ott örülök a bárányből reggel, hogy megpróbálom megszagolni az üzenetet, vagy bejön, vagy nem. Azt te is tudod, mikor jött be, és te is tudod, hogy mikor nem jött be. És én ugyanúgy érzem, minden. De próbálkozok legalább. Na, bizzadok érte, azért azt maradjunk abban. Bárány meleg, alulról fűt. És ugye a többieknek mi a feladatuk? Megérkeznek, leülnek. Na, jó. Ezek a dalok jobbak nem voltak? Ez megint ez az ige. Ez a feladat. Na ez már megszűnik. Miért? Mert mindegyőtöknek, amikor összejöttök, értsenek meg, ez a különbség a gyülekezeti forma és a közösség között. Mert a gyülekezetbe eljöhetsz fogyasztani, de a közösségbe nem mehetsz el fogyasztani. Miért? Nem azért, mert az emberek nem fognak békén hagyni, azok hidd el, békén fognak hagyni. A benned lévő Szentlélek nem fog békén hagyni, mert értitek, le fogok ülni, amikor én elmondtam az első 10 percet, és én egész azt mondja a Szentlélek, hogy ülj le. És ott értsétek be, mindannyian a Szentlélekre fogunk figyelni. Miért? Mert le fog szállni, és félreérthetetlenül tudjuk, hogy ott van. Nem az van, hogy itt van az Úr, vagy mégse. Ott lesz. Most is itt van, csak ezt most majd megtolja ezt a szekeret az Úr. És mi fog történni? Az fog történni, hogy én leülök, és akkor elkezdi a Rózsát noszogatni a Szentlélek. Rózsa azt mondja, nem állok föl, mert mégis azért én nő vagyok, álljok föl, stb. És a Szentlélek mondja, igen, állj föl. És akkor Rózsa nem akar felállni, és akkor megszólal mögött a Jani, hogy Rózsa, állj már föl, mert már rég nekem kéne jönnöm, de mondd el, amit te tudsz. És akkor látom, hogy ez ilyen őszintén és ilyen nyíltan fog működni. Jó, tehát ezért nagyon fontos, hogy ez így fog zajlani. És kérlek benneteket, Isten nem azért alakítja át ezt a rendszert, mert valaki lázad, hanem azért alakítja át, mert így van rendjén. Ennek így kell működnie. Mit mond Jézus a Máté evangéliumban? Ha újra ez az evangéliumban kérdezhetni, akkor tudjátok, hogy közel vagyok, jó? Másik ugye, ami még a két területre jellemző volt, a tóraadásra és az egyház kezetére is, hogy természeti jelenségek követték. Mik a természeti jelenségek? Kettős, tüzes nyelvek. Olvassátok el a Mózesbe. Rengett a föld. Satöbbi, satöbbi. Jó, tehát nem a Mózes szemehány tüzet meg a feneke szikrát, hanem az Úr kívülről. Tehát nem azért adatik a természeti jelenség, hogy egy ember megdicsőjön, hanem azért, hogy tudjad, hogy ott van. Hogy ott van. Ugye ezek a természeti jelenségek kísérték. Amikor majd így fogunk összejönni, ugye most sóvárogjuk, várjuk a
jelenségeket, meg a megnyilvánulásokat, de az meg kell, hogy előzze az egy akarat, a közösség. Ezért Isten közösségeket alakít ki. Barátaim, a gyülekezeti korszak szétesik, és közösségek fognak létrejönni. Pici közösségek. És nem azon kell gondolkodjál, hogy hová járjál Isten tiszteletre. Fölhívnak, nem mondom, X városból, hogy kiszakadtak innen a gyülekezetből, hú, jönnek Dombóváról, ne gyertek Dombóvára. Egyrészt messze van. Hagyjatok minket békén. Hanem maradjatok, ti keresétek ott, helyben, helyben, és ha segítséget, majd kérjetek segítséget, no, ti gyertek össze. Hát ott vagytok, a következő utcában vannak hárman, ott ketten, kezdjétek el, de ne úgy kezdjétek el a kis házi csoportokat, hogy mindjárt kinevezitek a pásztort, meg a presbitériumot, és akkor tulajdonképpen nem marad hívő, csak vezető lesz a házi csoportban. Ne! Senki, nem kell, hogy pásztorok mondjatok, hogy keressétek az Istent. Hogy az Isten meg tudja nyilvánulni, és így fog megnyilvánulni, higgyétek el, a nagy termek kongani fognak, nem biztos, hogy az ember hiánytól, de az ürességtől, a szellem ürességtől biztos. Már most lehet érezni, hogy konganak. Majd meglátjátok, ezek meg fognak telni élettel. Ugye a jelenségek, az együtt, az egy akarat, stb. Mit fog eredményezni? Ez mind a két az Izrael kezdetére és az egyház kezdetére is jellemző volt. Olvassátok el majd az igéket, a 19-ben, 2 Mózes, meg az Abcsel 2-ben. Meg szentelés. Tehát nem csak azt mondjuk majd, hogy szentek vagyunk, hanem át is fogjuk élni, hogy mit jelent az, hogy szentek vagyunk. Ez egy nagyon fontos dolog, a megszentelődés, jó? És ugye úgy végződik mind a kettő, ha megnézitek majd, úgy végződik mind a kettő, hogy Isten kijelenti az Abcsel 2.9.10-be és az 2 Mózes 19.5.6-ba is, hogy ez a nép milyen nép? Választott nép. Tehát nem úgy leszünk választott nép, hogy kijelöljük magunkat piros filccel, XY gyülekezet választott nép, nem. Együtt vagyunk közösségben, a közösséget meg fogja áldani az Isten, a közösséget, itt is van egy nagy félreértés, a közösséget áldja meg az Isten, ahol együtt lakoznak az atyafiak. Egy akarattal, egy szívvel és egy lélekkel. A közösség az nem azt jelenti, hogy x ezer ember bevonul egy fedél alá, hanem attól vagyunk között, otthon is barátaim a legjobb család, lehetnénk mi otthon, lehetne nekem 18 gyerekem is. Hát, most már nem, de még lehetett volna, ha korábban kezdem. Nem a mennyiségtől veszünk mi családdá, hanem családdal attól leszünk, hogy a közösségünk az egy valóságos közösség. Valóságosan megéljük, valóságosan észreveszünk a másiknak a gyengeségeit, észreveszünk az erősségeit, szeretjük. Ha elesik, akkor nem rúgunk rajta kettőt, hanem fölemeljük. Ha nagyon elszáll, akkor nem reptetjük még tovább, hanem akkor visszahúzzuk, nehogy már repülj tovább. És ettől leszünk valóságos közösség. És ugye az Isten a közösséget mindig megáldja, ez így van az elejétől, oda küld áldást az Úr. Ahol egység van. Ezek állegységek, barátaim, ezek állegységek. Ezeket ugyanúgy, ahogy a világban, sokszor az érdekek tartják össze. Ezeket az Isten most így elegánsan. Fölrúgdossa. Miért? Azért, hogy mi a végcél, hogy megszentelődjük, és a válaszok lép kicsoda. Hát a mennyasszony. A mennyasszony. De a mennyasszonynak meg kell szentelődjön. Megszentelődni hol tud? Valóságos közösségben Istennel. Ez a tétje a valóságos közösségnek. Nem valaki ellen szól a valóságos közösség, hanem valaki ért szól. Úgyhogy ez a pünkösd ünnepe Dióhéjban összefoglalva, próbáltam most rövid lenni, és bátorítalak benneteket, hogy forgassátok magatokba. Lehet, hogy mielőtt a gondolkodom rajta, még most lesz egy pár heten, keresem ebbe az Urat, de nagyon a szívemben van, amiről már most is úgy érintettem, hogy milyen lesz a jövő közösségei. Lehet, hogy mielőtt belemegyünk a küldzengésbe, egy-két alkalmat itt a tanítványságon gyülekezetben még, lehet, hogy várok fel, de itt a tanítványságon lehet, hogy két alkalmat rászánunk, hogy megnézzük, hogy milyen is volt ez az eredeti közösség, mert higgyétek el, hogy ezt Isten helyre fogja állítani, és az Isten meg fogja áldani ezeket a közösségeket. A házi csoport rendszer tökéletesen működik, például ugye Dél-Koreában, Jongi Csóéknál tökéletesen működött a házi csoport rendszer. Aki itt volt, Mike Sámuel, ő elmondta, hogy ők egy 200 fős gyülekezet, a Kecskeméti Baptista közösség, és 26 vagy 27 házi csoport működik náluk. Amikor eléri a házi csoport a 15-16 főt, abban a pillanatban szétbontják, és indítanak újakat. Mi ennek a lényege, testvéreim? Egyrészt az üldözést,
A kisebb közösségek sokkal jobban át fogják vészelni, mint a nagyobbak. Miért? Ismerik egymást, tudnak egymásról. És itt nem kekúról beszélünk, nem tanítványságról beszélünk, közösségről. Az egészen más, mint az uralkodás. Közösségről. Egyrészt jobban átvészelik, másrészt ugye ő is része tud lenni a közösségnek. Értsétek meg, nem lesztek abban, biztos, hogy vesztek áldást sokszor, de akkor attól még nem lesztek valóságos közösségnek részesei, hogy engem hallgattok másfél órán keresztül. Ez így most előjátéknak jó lesz, de ennek bele kell torkolnia oda, hogy ti is elkezdtek beszélni. Mit? Nem össze-vissza, hanem itt az Úrra szívotott a helyet. Nektek is le kell feküdni a báránybőrre. És akkor majd azt mondja az Úr, tök jó, öten fekszenek a báránybőrön. Az Isten nem személyű állagot, azt mondja, nem adom én odaidnek az üzenetet, ötnek fogom odaadni. És közben mit tanulunk meg? Öten, akik megkapjuk ugyanazt az üzenetet? Hát egyrészt egymás tiszteletét, egyrészt alázatot, és lehet, hogy a happy endet a Klárika fogja elmondani. Mi bevezetjük itt hárman az igével, és a Klárika meg elmondja a kijelentést. És akkor nem az lesz, hogy mi előtte hárman a frontba, a Klárika lelőtt a poént. Hanem örülünk ennek. Értsétek meg, ez ma egy szemléletváltást is igényel. Egy gondolkodásmódváltást is igényel. Ez túl egyszerű lenne, hogy valaki kiáll, szerepel a többieket, meg beviszi a mennybe. Ez a legnagyobb csapda, ami ma zajlik, és ezt borítja föl most az Isten. Nem véletlenül profétálja Ezékiel, hogy nem fogjátok egymást tanítani, hanem én fogok tanítani benneteket. Föl fogunk állni, és beszélni fogunk. És ezért kellenek a kis közösségek. Egy nagy közösségben nincsen a lehetőség, hogy az emberek beszéljenek. Kisebb közösségekben. Ezt nem lehet szétrúgni, tehát ezt nem lehet, hogy most hónaptól eldöntjük, és akkor azt mondjuk, hogy vagyunk itt 40-en, és csinálunk 6 házi csoportot. És akkor az egyik házi csoport hétfőn jön össze, tehát nem lehet, ezt nem kell mesterségesen megszervezni majd. Meg kell várni az Urat, hogy ezt hogy akarja, de azt látjuk. Sokan látjuk már. És értsétek meg, nagyon sokan, semmi lázadás nincs benne, csak egyszerűen az Isten látom, hogy készíti elő a jövőt. Megbukott az egyház korszak. Különösen akkor, amikor a pünkösdiek is, az újjászületett szentlélekkel betöltött emberek is összepaktálnak ugyanúgy az állammal. Szerintem a végső csapást különben ez okozta, mert Isten türelmes volt. Bajok már voltak 20-25 évvel ezelőtt is, de a végső csapát ez okozta, amikor tágra nyitották az újjászületett emberek is. A nagy magukat, nagy gyülekezetek tartók is tágra nyitották az ajtajukat a világ előtt, és a hatalom előtt. És ez volt a legnagyobb probléma. Úgyhogy reménykedjetek, imádkozzatok, és ezt az Úr fogja, mert azt mondja, amit mond az Ezékielbe. Én fogom vezetni a népemet. Én fogom vezetni a népemet. Ha a pásztorszót megnézitek, hogy hányszor szerepel az új szövetségben, nem pásztori, nem egy személyi vezetések voltak a korai gyülekezetekben, minimum presbiteri vezetések voltak, minimum, de semmiképpen nem egy személyi vezetések voltak. Az egyszemélyi vezetéseket a karizmatikus mozgalom vette át, különösen a katolicizmusból, és általában ezek katolikus hátterű emberek voltak, viszont a pápa miatt nem fértek oda a csúcsra. Meg lehet nézni szerte a világban, az amerikai nagy karizmatikus vezetők ma mind megbékélnek a katolikus egyházfővel. Kiépítették a saját köreiket. Muszáj kimondanom, a Kenneth Copeland ennek a legnagyobb képviselője. Az egyik legnagyobb hamis tanító ezen a területen. És ezt azért merem bátran már kimondani, mert ugye őről már nyíltan azért bebizonyosodott, hogy ez. Tehát és ezrével csüngenek az emberek a gyülekezetében. Ez is például egy érdekes szó, hogy a gyülekezetemben. Mikor megkérdeztem, hogy hányan vannak a gyülekezetedben, és akkor mindig tiltakoztam, hogy nekem semmilyen gyülekezetem nincsen. Nekem családom van, azt is az Úr adta. Annyi közöm volt hozzá, hogy jól éreztem magam a feleségemben néhány percig, és jöttek a gyerekek. Mert amúgy az Isten adta a növekedést, mindent. Tehát ez egy, erre figyeljetek, kérlek benneteket, hogy legyetek nyitottak arra, hogy az Isten, ahogy felrúgta az Ószövetség, nagy változás volt az, és értsétek meg, a Sekinát várták, hogy leereszkedik a Frigyláda, és nem ereszkedett le a Frigyláda, hanem jött a Szentlélek. Meg kell változtatni, a korszakváltások mindig erről szólnak. Hogy fogjuk a csontot, ki mennyire fogja a csontot, ha nagyon fogjuk a csontot, tudjátok, a boxerrel az a baj, ráharap a csontra, amíg ellemeged a szájzár, nem veszed ki onnan. Nem veszed. Ne legyünk ilyenek.
Amen. Ugye a Kenneth Copeland a Kenneth Hagin fia? Nem. Ugye, nem. 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 Nem? Akkor ő nem. Ki? Ő egy önálló versenyző. Ja. És a Kenneth Haginnek hogy hívják a fiát? Nem tudom. De akkor nem ő az. Nem. Teljesen más vonal. Teljesen más vonal. De az ő feleség az a Gloria. Nem? Azt sem tudom. Kenneth Copeland, a Kenneth Copeland fejlesztette a legnagyobb tökélyre a jóléti evangéliumot. Mert ő Svédországban is volt egy az Ulf Ekman, aki a 60-as években ő is visszakatolizált, és teljesen ott hagyta. Én még voltam kint a 80-as években ott Uppsalában, ő volt az Életszava gyülekezetnek a vezetője. A katolikus. Igen, és 2010-ben pedig teljesen visszahagyta a katolikus. A legnagyobb karizmatikus vezetőkre a 21. században az jellemző, hogy rekatolizálnak. Igen, döbbenet. Csak felhívom figyelmeteket, hogy egyre inkább megjelentek. Például engem nagyon meglepett a híd gyülekezetében is a gyerekvízkeresztség. Nem is olyan ördögtől való, gyerekvízkeresztség. Nem is olyan ördögtől való a dolog. A másik a Szent Koronával kapcsolatos tanítás. Ez még a Hit Rádióban is lement élőben. Tehát mit jelent ez? Megjelennek azok a tanítások, amelyek szinte rekatolizáció. Nem baj az, ha megy. Hát ezeket lehet erről beszélni szabadon, nincs ez semmi gond. Tehát rekatolizáció. Mit jelent a rekatolizáció? És ez nem csak a híd gyülekezetére, ez szerte a világban. A Kenneth Copeland annak örült, hogy ő volt az első Benny Hinn, emlékezete csak rá, amikor elment és áldást kért a pápától. De azért ő még nem tartott, hogy a katolizmus, mert a Catherine Coleman is volt a pápánál. Benne vannak ők azért ebben az alapcsomagban már elég rendesen. Nem véletlenül ez egy ördögi terv, hát emberek tízezreire gyakorolnak hatást. Tehát ha ezeket el tudja kapni az ördög, és az a baj, hogy mindegyiket, tudjátok, a pénzen keresztül elkapta. Az egy közös nevezőjük az összes ilyen nagy vezetőnek, az a pénzben buktak el. A pénzben, a hatalom, a pénzben. Ezek mind a Kenneth Copeland, olyan 150 milliárd dolláros vagyonnal rendelkezik. Hát pedig a Kenneth Hagin-re írják, a Kenneth és Gloria Copeland, hogy jól emlékeztem, a Kenneth Hagin-re. Nem lehet, a Kenneth Copeland az ilyen 75 éves ember. Tehát nagyon-nagyon nem lehet az. Az egy más vonal. A Kenneth Hagin nem csinált ilyen fiút. Szerintem. Úgyhogy érdemes odafigyelni, de mondom, ami összeköti egytől egyig ezeket a személyeket nagyon sokszor, az, hogy ott buktak el a pénzben, buktak el a hatalomban. Hát, ma már ez nem titok. Sándor maga mondta, a 100-as listán ő a 60. Magyarországon. A 100 leggazdagabb? A 100 leggazdagabb magyar listáján a 60. Igen. Szóval ő mondta ki a szájában. Tehát ez mi a baj ezzel? Az a baj ezzel, hogy ez semmi gond nincsen, hogyha vállalkozásban gondolkodnánk, akkor azt mondanánk, hogy dicsőség az Úrnak, hogy milyen emberek járnak közénk. Így megy a vállalkozás. A barátaim, ezek az emberek egyházvezetők, azt kell megérteni. És az egyházvezetőknél nem dicsőség az, hogy fönn vagy a 60. vagy a 100. vagy 500 milliárd dollárod van. Nem dicsőség. Jézusnak volt egy kis pénze, mit csinált? Adott. Jó. Csak forgassátok, és ne féljetek kimondani. Nem kell félni. Félni nem szabad. Bátornak kell lenni. Természetesen, ameddig a hitetek vezet, csak annyit, és nem többet. Nem kell túlbonyolítani se ezt, de sajnos ez a jelenség, és nem egyenes személyeket szeretnék ezzel, és nem is bántottam soha, és nem is fogok, csak a jelenségre hívom fel a figyelmeteket, hogy az összes ilyet, aki visszarekatolizálódik, tudjátok, ki nem bukott meg ebben? Ott volt, nem bukott meg például a Jongi Csó ebben. Soha nem bukott el a Jongi Csó ebben. Nem bukott el a Charles Smith, aki a Golgotátnak a megfelelőjét alakította Amerikában. Vagy a David Wilkerson. Így van. Egyszerű hétköznapi emberenként haltak meg, és nem vagyonos emberek. Hát még olyan kicsi, még él. Persze. Nem, meghalt már. Én úgy tudom, hogy meghalt már. Elköltözött. Én így tudom. És át is adtam már nagyon régen a gyülekezet vezetését. Én úgy tudom, hogy elköltözött. Ez csak azért hívom fel a figyelmeteket, hogy például ez nézzétek meg, de ugyanígy a többi is megvan, ezek a mai nagy nevek, és nem akarom őket sorolni, de az interneten már lehet látni őket. Ezeket mind azt köti össze, hogy a pénzzel elragadta az ördög a szívüket. Úgy, hogy Isten áldott emberei lehetnének. Olyat adott nekik az Úr, mint akit senki másnak.
Ez vitathatatlan, ezt nem szabad, ez hazugság lenne letagadni. Ez nem, nagyot kaptak az Istentől. És mind, ha megnézitek, mindez kötötte őket össze, hogy, hogy a money. Csak értsétek meg, itt az emberek zsebéből. Itt az, amikor arról tanítunk, hogy ne szedjenek tizedet, csak a hívőkre bízzák, hogy mit adakoznak jól, az az ő érdekük lenne. Mert nem esnének kísértésbe. Mert higgyétek el, hogy nagyon nagy a pénz, hogy nagyon nagy a kísértés. Nagyon nagy a kísértés. Nem véletlen, hogy Jézus egyszerű, tanulatlan galileaiakat választott. Nem tudott más csinálni. Te az adás örömétől hoztál. Hát abszolút, hát persze, nem is kérdés. Mert itt nem arról van, különben, ha nem tized, vagy nem kell. Különben, ha nem tizednek hívnánk, hanem azt mondanánk, hogy 10%, hogy hú, teljesen. Nem szabad, tehát nem szabad törvényt csinálni belőle, hanem ez, amit mondasz, hogy pontosan ugye az Új Szövetségben egy majd adakozási mód van, a szívből jövő adakozás. Én például úgy örülök, és nem az összegről, mert úgyis majd évvégén beszámolunk, hogy mennyi volt, de úgy örülök, amikor jöttök Isten tiszteletre, mert nézem, de nem azt nézem, hogy mennyit adtok, hanem azt, hogy bejöttök, és belerakjátok a kosárba, amikor megjöttök. Értitek? Tehát, hogy nem az van, hogy majd presszúra, meg majd menetkő, hanem már otthon a tök igei az egész. Hogy otthon, amit az Úr a szívemre helyezett, amit a képességeim adnak, engednek, ami szívből oda tudok adni úgy, hogy közben ki tudom még fizetni a nyilvánszámot, meg tudom venni a kenyeret, meg nem döglök meg. Értitek? Ez tök jó. Hát ez az igazi. Szóval nem az, amikor én még lenyomok egy 30 percet, és azt mondom, hogy és különben is, és picit éreztetem, hogy jobban menne ám a dolgod, ha most azt az ezrest, amire gondoltál, azt fölcseréled, mert valám ott még egy 5000-es is. Igaz, hogy azt félretetted a villanyszámlára, de higgyél! Az EON meg majd megválja a sorát. De hogy is, ez egészen más műfaj. Ez fontos. Jókedvű. Testvérek, mivel ez az év utolsó napja, így közösen, ezért mielőtt elmentek, én készültem egy kis vendégséggel. Jó, úgyhogy rendeltem kis pizzát.